vagy lesz nekünk, vagy lesz napunk, rétet az álunk, konkrét papálunk. A szegényből gazdag, az áruhás komornyékból újra gróf. A történet olyan, mint a mesében, ahogy ez egy operetthez illik. Talán ezért is népszerű mindig ez a műfaj, kortól függetlenül. A nézőnek a lelkét, amikor simogatja a tündérkirálynő légyapárom, vagy a szellők szárnyán, az egy kicsit ilyen katarzis élményt ad. Vagy felszabadult, amikor nevet a vígjátéki vonalon. Gyere, csukolj meg szaporán, tubicám, ha megfőztél. Kincs, de nekem csöpsik, aki már nem szerethet igazán. Azért népszerű még mindig ez a műfaj, sőt egyre népszerűbb, mert nehéz időkben az embereknek kell valami, ami kiragadja őket a hétköznapok gondjaiból, és ez a műfaj a zenés, táncos elemeivel, a témájával, ami a szerelem. Mi más, mint a szerelem áll a Lili bárónő középpontjában. Bár akad némi félreértés, természetesen a konfliktus feloldódik, a szerelmesek pedig egymásra találnak. Nézlek, csodállak, átkozlak, imádlak, hisz bontó csodás, de...